Eredetileg teljesen természetes anyagokból készítették a szappant. Általában a disznóvágás idején megcsinálták, elkészítették az egész évre szükséges szappan mennyiséget. Ezek zsírból, fagyúból, illetve hamulúkból készültek. Boltokban ma nagyon sokféle szappant kaphatunk. Ezeknek a jelentős része az tartalmaz valamiféle mesterséges adalékanyagot vagy alapanyagot. Amikor magunk készítünk el egy szappant, akkor mi válogatjuk össze azokat az alapanyagokat, amikkel dolgozni szeretnénk. Ezt a receptúrát egy Zselicben élő füvesasszonytól kaptam, és nagyon-nagyon egyszerű, de mégis jól működő szappant lehet belőlük készíteni. Ennek a szappannak az elkészítéséhez két lábosra van szükségünk. Az első lábosba összerakjuk mindazokat a fázisokat, amik a szappannak a testét fogják adni. 1500 g kókuszzsír az, amit először belerakunk. Kókuszzsír azért nagyon jó, mert nehezen avasodik, tehát egy hosszan elálló tartós szappant tudunk segítségével készíteni. A másik nagyon fontos összetevő, aminek bőrápoló szerepe is van, az a seavaj. Ebből 250 g-ot teszünk bele az első fazekunkba. Majd amikor ezzel is megvagyunk, hozzáadjuk a ricinus olajat. Szintén 250 ml. A ricinus olaj egy bőrápoló olaj, valamint a szappannak nagyon jó habzást is biztosít. Szintén bőrápoló hatása van, de a szappan testéhez is sokat ad az olívaolaj, ebből 1500 ml-t öntünk. Amikor a zsíros fázis egyben van, akkor az egészet 50 fokra összemelegítjük. Az anyagnak az 5%-át, ami ez esetben 175 g, azt külön kimérjük, ezt majd később fogjuk visszaönteni a szappan alapanyaghoz. Ezt követően a szappanhoz adott kecsketejet össze fogjuk keverni a lúggal, nátriumhidroxiddal. Itt nagyon fontos, hogy a lúggal minden esetben óvatosan védő felszereléssel dolgozzunk. A kecsketejet fagyasztott állapotba rakjuk a fazékba, ugyanis a lúggal keveredve nagyon erős hő képződik majd. Ezzel tudjuk mérsékelni, illetve nagyon fontos, hogy mosogatóban vagy pedig vízfürdőben dolgozzunk. A mélyhűtött kecsketej benne van a fazékban, és ezt követően adjuk hozzá a lúgot. És innentől nagyon fontos, hogy folyamatosan keverjük, hiszen hő fog képződni. Ezért van szükség a vízfürdőre, és ebben az esetben is a 50 fokot kell elérnünk. A lúgból 510 g-ot teszünk hozzá, és 1155 g kecsketejet. A szappan készítés esetében nagyon fontos, hogy az alap összetevőknek a mennyiségeit pontosan kiszámoljuk, hiszen akkor fogunk tudni tartós szappant készíteni. Amikor 50 fokos az olajkeverékem, illetve 50 fokosra sikerült felmelegíteni, visszahűteni, tehát beállítani a lúgos keveréket, akkor összeöntöm a kettőt. És ezt követően azonnal elkezdjük turmix géppel keverni. Amikor már közel készen van, akkor hozzáöntjük azt az 5%-ot, amit az elején kivettünk belőle, illetve hozzáadjuk igény szerint azt a fél 1%-nyi illóolajat, jelen esetben levendulaolajat, amivel a szappant illatosítjuk, illetve amivel gyógyhatást tudunk neki adni. És tovább keverjük.
amikor elértük az ideális pudingszerű állapotot, akkor szappan formába öntjük, amiben aztán meg fog dermedni. Ebben az esetben én csak az anyag felét öntöm ki, mivel a másik feléhez szénport fogok majd keverni. Formába öntve a híg szappant el tudjuk egyengetni. A visszamaradt szappanhoz még szénport adok, egészen finomra őrölt bükkfa szenet szórok bele. Ezáltal egyrészt egy fekete színű szappanom lesz, másrésztről pedig a szén is nagyon jó gyógyhatással bír, különböző bőrfertőzéseket lehet vele szépen kezelni. És ezt is összekeverem. Amikor ezzel megvagyok, ezt is formákba öntöm. Miután a szappant formákba öntöttük, 24 órát állni hagyjuk, és amikor sajtszerű állapota van, akkor föl tudjuk vágni. Ezt követően pedig egy hónapra félretesszük, és hagyjuk, hogy a szappanok megérjenek. Hogyha korábban használjuk őket, akkor túl folyósak lesznek, illetve nem fejtik ki azt a tisztító hatást, amit elvárunk tőlük.